Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Ez a Lakásvásárlás Hatós csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. Mai adásunkban kizárólag azzal foglalkozunk, hogy milyen otthonteremtési változások várhatók, illetve hát ezek milyen hatással lesznek majd az ingatlan piacra. Kapcsoljuk majd Győrt és Sopront is, a stúdióban pedig vendégem Merli Péter, az Ingatlan Szövetség, Magyar Ingatlan Szövetség elnöke. Szervusz Péter! Szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sok mindent hallani és tudunk most már a kormányzati intézkedésekből. Ezek közül most néhányat veszünk inkább górcső alá. Kezdjük az áfával, ami a leglátványosabb talán, az áfa csökkentése, hogy a 27%-ról ismét visszaállunk 5%-ra, ami az elmúlt néhány esztendőben ugye már megvolt. Mit vársz te ettől? Egyáltalán jó-e az, hogy így rángatják az áfát, meg ezt az egész piacot, az építőipart? Hát, hogy ez egy hosszú távú, igen, hosszú távra tervezett feladat, akkor, hogyha valaki ebben foglalkozik, és ez a hektikusság, ez biztos, hogy nem jó, a nagy cégeknek végképp nem jó, de a kicsiknek abszolút nem. A kicsiknek meg végképp nem jó, igen. A kicsiknek meg végképp nem jó. És hát én úgy gondolom, hogy ezt ilyen két évenként, meg két éves távlatokra meghatározni, ez nem egy szerencsés dolog. Arról nem beszélve, hogy ugye nem olyan régen a hosszú távú fejlesztés tekintetében, aki arra gondolt, hogy 5%-kal épített, az a rozsdaövezetekre várt, illetve azok meghatározására várt, ami szerintem eddig még nem történt meg, hogy melyek is azok, ahol rozsdaövezetik. Ott lehet számítani, legalábbis pillanatnyilag úgy tűnik, hosszú távon az 5%-os áfára. Na de ugyanakkor beugrott erre az időszakra az 5%-ás áfa újból. Ebből nekem valahogy az jön le, hogy aki most gyorsan ilyen exkluzív lakásokat akar építeni, az a zöldövezetbe, vagy a, nem is a zöldövezetbe, a zöld területeken, a zöldnek nevezett területeken, ott ezt gyorsan megépítheti, mert aztán utána elfelejtheti, illetve utána mindenképpen, vagy pillanatnyilag úgy néz ki, hogy utána mindenképpen majd megint visszaáll a 27%. Szóval ezt azért elég nehéz így követni. Kétségkívül igaz, hogy van ennek előnye. Most csak az a kérdés, hogy ez az előny, ez kinél fog lecsapódni. Mert azért emlékszünk mi arra, hogy akkor, amikor először ez a 27%-os áfa bevezetése került, akkor az volt a cél, hogy minél többen juthassanak lakáshoz, olcsóbbak legyenek az újonnan épített lakások, és ez valahogy pont számolt is, számogatott is mindenki, hogy húha, akkor most 22%-kal lejjebb mennek az árak, ugye az a legelső. Igen. Aztán a legrosszabb verzió is az volt, hogy hát akkor megfelezi majd a vásárló, igen, meg az építő. Igen. Na de nem ez történt. Nem. Illetve meg lett ez felezve gyakorlatilag csak olyan testvériesen. Úgyhogy igazából azért javarészt a fejlesztőknél maradt ez a fej. Jó, valóban a szándék az jó nyilvánvalóan, igen, hogy csökkentsék az áfát, amiből az következne logikusan, hogy akkor az ár is csökken, ugye a bruttó ár is csökken. Igen. Na de hát nem ez történik a valóságban. Nem. Miért nem? Hova kerül az a 22%? Fú, erre a kérdésre nem készültem. De gondolkodjunk hangosan. Gondolkodjunk hangosan. Valóban. Tehát igazából hát az lenne jó, ha nem oda kerülne, ahova kerül. Igazából kik? A fejlesztők, a kivitelezők, De igazából, ha ezt arra fordítanánk, és hogy,
hogy korszerű gépparkot hoznak létre, egészen új technológiákat vezetnek be, de ezt azért nem teszik, mert azt mondták nekik, hogy 22-ben ennek vége van. Régen azért megtették, amikor 4 évig volt 5%. De most újból nem biztos, hogy Sőt, az Évosz is szorgalmazta ezt, ugye, Jónászor vendége, mint az Évosz elnöke, Kói László, aki elmondta, hogy igen, a cégeknek szükség van arra, hogy fejleszték a gépparkot, fejleszték a technológiát, igen, tehát ha erre fordítják, teljesen jó, és ez akkor érvényesül az árban. Ugyanakkor viszont ugye van egy csomó olyan nagy beruházás, vagy hát készülő nagy beruházás is van, ahova viszont munkaerő kellene. Munkaerő kellene, és hát az jelentősen hát elszívja a lakásépítésről a munkaerőt. Most viszont ennek valahogy egint vissza kell egy kicsit úgy rendeződni, hogy hát erre a 2 esztendőre meg kellene oldani a lakásépítést gyorsan. Ez viszont akkor háttérbe szorítja megint az állami építkezéseket, úgyhogy igazából én még nem igazán látom ebből, hogy ez jó, az biztos, mert legalább nem emelkednek jobban a lakásár. Igen, igen. Nagyon érdekes, mert és kíváncsi lennék egy ilyen adatra, lehet, hogy neked sincs meg a fejedben, hogy ez az egy év alatt, ugye még nincs vége ennek az évnek, amikor 27%-ra emelkedett vissza, hogy vajon hány lakást adtak át, hány lakást építettek 27%-os áfával, vagy kivártak arra, mert ugye benne volt a fejekben, hogy és azért mindig ugye a kormány is meglebegtette, hogy lehet, hogy visszajövünk őt. Nem akarok butaságot mondani, mert a közelmúltban olvastam valami számot, lehet, hogy nagyon mellé lövök, hogy a szeptemberi nyilvántartás szerint itt a 6300-at építettek volna, és akkor ennek a fele még 27%-os áfás volt. Ugye az azért érdekes, mert az azt jelenti, hogy akkor ebben az évben kezdték el. Ugye, mert volt egy áthúzódó 5% is, akinek megvolt már az építési engedélye egy bizonyos időszakban. Igen. Hát ugye ez azt is felveti, hogy vajon ez a 22 évi határidő, ez mit jelent? Hogy az építési engedély megszerzése, a használatba vételi engedély megkapása. Igen, mert az eddigi példa ez volt, igen. Jó, igen. De hogy ez most... Hát most... Igen. Hát ez ebben kiderül a részletes rendelkezésekben. Igen, igen. Jó, tehát alapvetően persze jó, és örülünk annak, hogy ismét 5% természetesen, sőt annak is örülünk, hogy az 5%-ot a csokosok visszaigényelhetik. Így van. Így van, igen. Hát ez egy újabb igen. Segítség, való igaz, hogy a csokosok az 5%-ot visszaigényelhetik. Hát ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, ennek csak azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ők ezt visszaigényelhetik. Ez ugyanakkor ugye érthető módon, és ez a cél is tulajdonképpen, hogy minél több család juthasson új otthonhoz, és egyre kedvezőbb és kedvezőbb feltételek mellett. De ez még mindig magában hordozza azt a csokot, annak ellen, hogy elengedik ezt az 5%-ot, hogy azért az emberek, az új lakást szerző emberek nagy többsége hitelből vásárol. Na most, ha az ember egészében vizsgálja a gazdaságot, akkor a mai helyzetben, ami most ebbe persze a pandémia jelentősen belejátszik, és tulajdonképpen ezt nem tudom kikerülni, ezt a kérdést. Tehát módosíthatja és a kormányzati szándékokat is. Igen, ez a kormányzati szándékokat is módosíthatja, mondván, hogy hát ugye mindazok, akik ebben a segítség igénybevételével felveszik a hitelt, hogyha hosszan elnyúló az a jelenlegi helyzet, amikor sokan veszték el a munkájukat, akkor nyilván sokan lesznek olyanok, akik nem képesek a korábban vállalt fizetségeket teljesíteni. Hát én ilyeneket nem is vetítek előre, mert ez abszolút pessimista meg előrevetítés. De benne van az életünkben, hiszen láttuk már az előző pandémiás időszakban tavasszal, igen, hogy igen. Akár a vendéglátásban, turizmusban pontosan. Nagyon sokan lettek munkanélküliek, és most is ugyanaz az ősszel. Tehát nyáron nagyon ment, oké, rendben van, de most ősszel az új vírus helyzetben megint. És pontosan azok akik számára a luxus lakások épültek, érdekes módon azok kerültek sokan közülük nehéz helyzetbe, hiszen ők voltak azok, akik jól prosperáltak ezeken a területeken, amit említettél. Én a saját tapasztalatomból tudom most azt mondani, hogy valaki egy komoly ingatlan vagyonnal rendelkező valaki, egy esztendeje vásárolt egy másik olyan ingatlant, amit először úgy gondolt, hogy magának, aztán később hasznosításra, és időközben az a vállalkozása, amelyik termelte a pénzt, az most nem termeli. Ugyanakkor viszont a költségeit termeli. És a hasznosítatlan lakása is a költségeket termeli, tehát gyakorlatilag
ebből a rétegből nagyon-nagyon sokan vesztették el azt a lehetőséget, hogy esetleg fejlesztenek és jussanak. Igen, és pont ezért valószínűleg mértéktartóbbak a bankok is a hitelezéssel, mert pontosan nem tudják azt, hogy most kinek marad meg a munkája, és kinek tehát nem. Egészen biztos. Egészen biztos, és hát azért fedezetek mindenképpen kellenek, tehát csak úgy hozomra nem fogják a bankok adni ezeket a hiteleket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az egy nagyon nagy segítség, hogy könnyebben jutunk hozzá valamihez, de miután azt a valamit, amihez hozzájutottunk, annak mégis van egy maradvány része, amit azért havonta törlesztenem kell. Ha ennek a feltételrendszere nem teremtődik meg, és ez mondjuk nem is állami feladat, hanem egyszerűen ez a mostani helyzet, akkor bizony-bizony ez problémát okoz. Beszélj meg egy-két kormányzati intézkedésről röviden, ami mindenképpen jónak tűnik, az illetéket eltörlik azok számára, akik csokkal vásárolnak. Igen, ez mindenképpen a csokkal vásárlók, ugye új vásárlók, ez szintén egy nagyon-nagyon jó dolog, ez egy 4% tulajdonképpen, ugye? És hát ugye a szerzéssel kapcsolatos közjegyzői díjak tekintetében is vannak intézkedések, amelyek sokkal kedvezőbbé teszik a lakásszerzést, de ha ez a szó felmerül, hogy közjegyzői szerződés, akkor rögtön felmerül a hitel. Na most, hogyha rögtön felmerül a hitel, akkor visszacsatolhatnék arra, amiről az előbb beszélgettünk, hogy igen, szorgalmazzuk, vegyetek föl hitelt, segítjük, hozzáadunk pénzt, nem kell fizetni az átírási illetéket, sőt, ráadásul az 5%-ot sem, csak utána képes legyél fizetni ezt. Még két fontos kormányzati intézkedés, az egyik ugye a tetőtérbeépítés, ami ugye a családoknak az együttés, vagy a két generációnak az együttését segítheti. Ugye ez egy jó dolog mindenki. Igen, ez feltétlenül, hát ehhez tulajdonképpen csak üdvözölni lehet ezt a dolgot, Még egy van, ugye a felújítás, ahol maximum 3 millió forintig lehet igényelni olyan támogatást, ami ugye, ha hozzátesz a saját önerőt is, akkor az akár 6 millió is lehet. Igen, én azt hiszem, hogy ebbe egyébként most nem dicsérni szeretném, de az Évosznak volt jelentős szerepe, hiszen ők azt hiszem, ők vetették fel ezt még egy olyan, nem is olyan régen, hogy ez kerüljön be ebbe a körbe, és aztán szerencsés módon ez bele is került. Ez nagyon jó dolog, ez kétségkívül, igen. Úgyhogy várjuk, hogy ezek hogyan valósulnak meg, és visszatérünk majd egy kicsit később, úgy jövő év elején, hogy hát ez a piacra. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Maradjatok velünk, mert most Győrt kapcsoljuk. A telefonvonal másik végén Keresztély Dezső ingatlan szakértő. Szervusz, Dezső! Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket is. Győrből jelentkezel, mint olyannyiszor már a műsorainkban. Győr mindig izgalmas város, ingatlanpiaci szempontból is mindenképpen. Mi a helyzet most a városban? Nem is árnyalom a képet ingatlanpiaci, lakáspiaci szempontból. Hát most több irodával is beszélgettem az elmúlt napokban, és úgy tűnik, hogy egy hullámba vagyunk, tehát kivárási hullámba van mindenki. Hát egyik oldalról, hogy a vírus helyzet az újra fellángolt, és emiatt nem mozog a lakosság. Másik oldalról korábban volt egy nagy hullám, amiben nagyon sok lakás elkezd, ezután jellemző az ingatlanpiacra, hogy önmagától is jönne egy kisebb hullám. Harmadszor pedig, akik szeretnének vásárolni, most megvárják azt, hogy még kedvezőbb lehetőségek legyenek, tehát a kormányzati intézkedések hatására várnak. Illetőleg még egy olyan dolog van, ami befolyásolja az ingatlanpiacot, hogy elég nehéz az utóbbi időben ingyenhez jutni. Igen, beszélünk erről is majd, de mielőtt erre rátérünk, itt ugye vannak bizonyos kormányzati intézkedések, amik közül az egyik legérdekesebb talán az 5%-os áfa az új lakások értékesítésénél. Persze hozzáteszem azt, hogy azért nem annyira meghatározó az új lakások adásvétele, illetve annak az aránya a teljes lakás adásvételhez viszonyítva. Mi várható az 5%-os áfával? Ugye volt már korábban 5% egy évvel ezelőtt.
Igen, hát az az igazság, hogy egész elég rövid idő volt, amíg nem volt 5%-os áfa, mert az a lakásállománya, amelyik az elmúlt időszakban eladásra került, ennek egy nagy része még úgy indult, hogy az 5%-os áfába belefért, mert legalább építési engedélyen rendelkeztek már, mielőtt visszabonták ugye az 5%-os áfát. Tehát mi hosszú távon azon a véleményen vagyunk, hogy a lakás szektorban az 5%-os áfát meg kell tartani, és meg én csak annyit tudok mondani, hogy bizonytalansági tényező az, hogy megint határidővel van az 5%, tehát megint csak 2 év. Tehát jó lenne, hogyha ez egy tartósabb lenne, hosszabb távon is erre fel lehessen készülni. Igen, ugye, hogy világos legyen mindenki számára, 2022. december 31-ig él a mostani kormányzati döntés, hogy 5%-kal lesz az új lakás áfája. Hány olyan lakást adtak el, ami 27%-os volt ez alatt az egy év alatt, mert azért ez elég kevésnek. Megítélésem szerint ez néhány darab lehetett, mert mondom, ami nagy épületek elkészültek, azoknak és átadásra kerültek, azoknak az engedélyei mind korábbiak voltak, tehát mindegyik még belefért az 5%-os áfába. Most meg amelyikek folyamatban vannak, annál pedig ki fogják várni azt, hogy jövőre már visszakerülnek az 5%-os áfába. Illetve mondjuk egy házat, egy ikerházat azért fél-három év alatt föl lehet építeni tulajdonképpen, tehát egy-kettő beleférhetett ebbe az egy évbe. Hát családi házak vonatkozásában igen, viszont az meg nem jelentős számú. Világos. Tehát ez, inkább azt mondom, hogy a lakásszámot a több lakások nyomták meg itt a környéken. Hát Győr városában most is folyamatban van még nagyon sok olyan nagy épületcsoport, amelyikbe több lakás épül. Hát más kérdés, hogy most egy kicsit ezen a téren is van egy fékezés, mert korábban olyan zsúfolt beépítéseket tettek lehetővé, amit a új városvezetés rögtön a lakossági sok ellenvélemény miatt leállított. Tehát vannak felfüggesztett területek, ahol nagyon helyesen azt gondolom egyébként. Beépítettséget, különösen családi házas vagy lazább beépítésű területekre beraktak óriási nagy társasházakat nagyon sűrűn egymáshoz. Nem vették figyelembe, hogy nem lehet közlekedni, nincsenek parkolók. Hát meg nem túl egészséges olyan közel élni egymáshoz, de lássuk be. Tehát... Hát úgyhogy tehát teljesen jogos ez a felvetés. Így van, én is azt gondolom. Is értünk vele. Egyetértek én is. Az kérdés, hogy melyik időpontban lehet egy ilyet megállítani. Dezső, térjünk vissza az árakhoz. Nagyon érdekel engem az, hogy az abszolút értékben bruttó árakat tekintve volt-e különbség az 5%-os és a 27%-os áfával terhelt lakásárak között? Kimondottan az áfának ez a különbsége, ez a ingatlanpiacon az árakban nem jelent meg. Az jelent meg, hogy még felfutó ágazatban volt a lakáspiac, tehát ezt mondhatom az év első negyed évéig, amíg még tartott a felfutás, addig a felfutás miatt emelkedtek meg az árak, és mi korábban, én mindig azt mondtam, hogy egy olyan határérték nálunk egy olyan 500.000 forintos kurzusra kész lakására, tehát a fölött nehéz értékesíteni, simán felment 600 köré ez a új lakásoknál, jó minőségű, azt lehet mondani, hogy nem is luxus, de legalább azon a szinten megvalósul épületeknél, akkor felment a kurzusra kész lakására. De ez, én azt mondom, hogy inkább a piaci kereslet kínálat és a nagy befektetési vágy, meg a hát hosszú évek óta a pénznek sehol nincs jó helye, ahol kamatozna megfelelően, tehát kénytelenek a rakni a pénzüket, az ingatlan piacba fektetik. Jó, Dezső, egyetlen percünk van még, beszéljünk arról a bizonyos hitelről, amit már te is említettél. Mi jellemző most a hitel kapcsán, készpénz vagy hitel? Tehát nagyon sok olyan ügyet találkoztam az elmúlt időszakban, hogy megvan a szándék a vételre, megvan a megállapodás az árba, de azért nem tudnak tovább lépni, mert a bankoknál megítélésem szerint joggal
de nagyon erőteljes az időhúzás, illetve az elutasítás. Tehát eddig a nagyon megbízható komoly cégek dolgozói, mint az UDI, azok szinte feltétel nélkül kapták a hiteleket, most azoknál is be lett határolva, tehát hiába van neki olyan munkahelye, mint ami eddig egy nagyon komoly háttér volt, most ezek már nem számítanak komoly háttérnek, mert holnap kirúghatják őket. Tehát érzem én a bankoknak a bizonytalansági oldalát, de hitel nélkül pedig ez az ingatlan szakma nem fog tudni, tehát a vevők nem fognak tudni működni, és ennek a lelassulása, ez érezhető probléma ma már. Dezső, köszönöm szépen, hogy bejelentkeztél Győrből. Nagyon szívesen. Jó egészséget kívánok. Sokkal jobbakat mondani. Hát remélem, hogy... nem az az időszak van. Az egészségét őrizze meg mindenki. Így van, pontosan. Köszönöm, Dezső, még egyszer. Én is köszönöm. Szervusz, viszontlátásra. Szervusz. Mindenkinek. Maradjanak velünk, mert a Sopronba kapcsolunk. Dobos Márta a nevéről elnevezett ingatlan iroda, és a Dobos ingatlan iroda tulajdonos, a cégvezetője van a Skype-on a másik végén, Sopronban. Szervusz, Márta! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Az érdekel bennünket, hogy mi a helyzet Sopronban, ingatlanpiaci, lakáspiaci szempontból. Ez a pandémiás helyzet, most nem is a legújabb kormányzati intézkedések, egyáltalán a vírus mennyire befolyásolja a piaci adásvételeket. Ugye tavasszal már megtapasztaltuk, most például ahhoz képest hol tartunk? Hát igazából mi annyiban vagyunk speciális helyzetben a többiekkel ellentétben, hogy ránk nem csak a magyar intézkedések hatnak, hanem az osztrákok is. Tehát abszolút ki vagyunk szolgáltatva az osztrák intézkedéseknek is. Ugye teljesen figyelemmel kísérjük, hogy Ausztriában mi történik, hiszen az ingatlan piacra teljesen hatással van, hogy mennyien tudnak kimenni dolgozni, mert hogyha behúzzák a határzárat, az ingatlan piacra nagyon kedvezőtlenül fog hatni. Igaz, hogy a kormány is az osztrák példából indul ki, ugye az a laboratórium, így van, ti is ebből. Mit tapasztaltok most ebben a pillanatban? Egyelőre én még nem látom, hogy baj lenne. Kicsit óvatosabbak a lakásvásárlók. Azt látom, hogy valamivel több készpénzes eladás bonyolódik le, mint hiteles, illetve picit... Nagyobb körültekintéssel vásárolják az ingatlanokat, mint korábban. Mi az oka annak, hogy a készpénzesek kerültek most előtérbe? Ugye a hiteleknél is szigorítások voltak, illetve mivel a munkahelyek is kiszámíthatatlanná váltak nagyon sok helyen, ezért nem mernek belemenni úgy az emberek hitelbe, mint korábban, ami egyébként elég helyes cselekedet. És lehet, hogy a bankok sem olyan könnyen adnak hitelt ilyen bizonytalan feltételek mellett. Így van, a bankok sem adnak olyan könnyen hitelt, illetve az emberek sokkal megfontoltabban mennek bele egy hitelfelvételbe. Mi a helyzet árfronton? Csökkennek, nőnek, vagy stagnálnak egyelőre? Egyelőre én azt mondom, hogy kicsit stagnálnak, illetve én bízom benne, hogy egy picit lefele fognak még menni az árak, mert a tavaszihoz képest még nem látjuk azt a fajta árcsökkentést, amire mi számítottunk korábban. Ugye nem csak... Tehát hasonló árak. Igen? Nem, ugye nem csak a vírus játszik, hanem a kormányzati intézkedések is, amelyek között ugye ott van az áfa csökkentés, az 5%. Így van, emiatt is van némi kivárás véleményem szerint, hogy majd a januárt meg akarja mindenki várni, amikor teljesen napirendre kerülnek ezek a pontok, hogy milyen feltételekkel lehet az új családtámogatási kedvezményeket is megkapni. Hogy látjátok, ugye egy évig élt a 27%, ugye korábbi évekhez képest, és most újra 5%. Ez alatt az egy év alatt várakoztak az emberek, hogy hátha majd jön az 5%, mert benne volt a levegőben, vagy azért voltak adásvételek jócskán? Én azt látom, hogy számítottak arra, hogy vissza fogják hozni az 5%-os áfát. Tehát legalábbis én Sopronban azt tapasztaltam, hogy mindenki ezt a pillanatot várta. Nem gondolom, hogy egyébként ez annyira a piacot befolyásolta volna jelenleg Sopronban. Igen, tehát ugye... ugyanúgy vásárolóképítésűt is, mert ugye ott volt a csok. Tehát lehet, hogy nem volt 5%-os az áfa, viszont a csokot, babavárot ki tudták használni. Meg azért lássuk, hogy nem az új lakások iránt van a kereset jelentős mértékben, ugye, hanem inkább a használt lakások iránt. Hogy néz ki a használt lakáspiac Sopronban?
Képzeld el, körülbelül ugyanúgy, mint tavasszal, tehát átfésültem ma is az árakat a saját oldalunkon is, illetve megnéztem a többi portált is. Én nem látok a kínálati árakban változást nagyon, ugyanazokat a négyzetméter árakat látom, mint korábban, viszont amikor egy üzlet nyílbe ütődik, ott nagyobb alkúba mennek bele az eladók, mint korábban. Az mit jelent? Tehát amikor már az adásvételre kerül a sor, van úgy, hogy akár 1 millió forintot is le lehet simán alkudni, míg korábban ez maximum 200 ezer forintot jelentett. Mihez képest, mire vetítjük az 1 milliót? Most egy átlagos 60 négyzetméteres lakásról beszélek például, ami 30 millió forint környékén már elhozható Sopronban, most lehet, hogy 1 milliót is engednek belőle. A lakásoknál, ugye használt lakásokra, házaknál mi a helyzet? A házaknál kicsit visszább esett a kereslet, inkább a lakások azok, amik népszerűbbek mostanában, illetve a telkek. A telekvásárlás ugrottak meg. Az azt jelenti, hogy akkor építkezni fognak, vagy építkezni akarnak az emberek? Van, illetve a befektetők jelentek meg a telekvásárlási piacon. És ezek a telkek minden, tehát kivétel nélkül készpénzes vásárlások voltak. A befektetők mire játszanak? Lakást akarnak építeni? Házakat? Lakóházakat? Vagy mit? Sokan például maguknak, vagy pedig későbbiekben eladni a telket. Mi várható a következő hetekben, hónapokban Sopronban? Ezt sajnos nem fogom tudni megmondani, ezt kizárólag az osztrák és a magyar intézkedések fogják meghatározni, tehát még megtippelni sem tudom, hogy mi várható. Teljesen rajtunk kívül álló a dolog. Hát akkor reménykedjünk a legjobbakban. Minden esetre jó egészséget kívánok neked, nektek, valamennyiőtöknek. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Lakásvásárra legközelebb egy hét múlva találkozunk, addig is a viszontlátásra. Minden jót! Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens Iroda Komplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu